Az idei év elején már mintegy 9000-en, jelenleg pedig több mint 11600-an adóznak a kata szerint a megyében. Vagyis 8 hónap alatt 3000-rel bővült a kata alanyok száma. Míg 2016 elején a megyei egyéni vállalkozók 28%-a adózott a kata szerint, jelenleg az arányuk már eléri a 46%-ot. A Győr-Moson-Sopron megyében nagyon kedvezőek az adatok. Ugye 2013-tól van lehetőség arra, hogy a kisadózó vállalkozások válasszák ezt az egyszerűbb adózási módot. Akkor még a bevételi értékhatár 6 millió forint volt, tehát azoknak értem ezt megválasztani, akiknek az éves bevételük a 6 millió forintot nem haladta meg, illetve nem alkalmaznak munkavállalót. 2017. január 1-től viszont a duplájára emelkedett ez a bevételi határ, tehát már 12 millió forintos bevételi határig érdemes ezt az adózási módot választani. A katás adózónak csak bevételi nyilvántartást kell vezetnie, melyet azzal is teljesít, ha a kiállított nyugdáit, számláit megőrzi. Az adóévben elért bevételről a kisadózónak nyilatkozatot kell tennie az adóévet követő év február 25-éig. Ha a kisadózó vállalkozás egész évben katás volt, és a bevétele a 12 millió forintot meghaladta, a tételes adón felül a 12 millió forint feletti bevétel 40%-át kell adónként megfizetnie. Aki nem egész évben volt kisadózó, annak a 12 millió forintos értékhatár arányosan csökken. Azért kedvező egyébként a kata az egyéni vállalkozók körében, mert sokkal egyszerűbb, könnyebb az adminisztrációja, és a havi közteher is egy tételes adó. Főállású kisadózónál ez 50 ezer forint, nem főállású kisadózónál 25 ezer forint a tételes adó, de a főállású kisadózó dönthet úgy, hogyha magasabb ellátást szeretne, hogy a havi 50 ezer forint helyett 75 ezer forint tételes adót fizet meg, ebben az esetben akkor magasabb lesz a táppénz, illetve a nyugdíj ellátása. A NAV munkatársai Győr-Moson-Sopron megyében felhívták a figyelmet a gyakran előforduló szabálysértésekre, mivel tavaly év eleje óta 42 katás adóalanyisága szűnt meg ezen jogsértések miatt. A leggyakrabban azonban nem ezen okok, hanem az év utolsó napján 100 ezer forintot meghaladó nettó adótartozás miatt vesztik el a kata alanyiságot. Ennek következményeként pedig sem arra az évre, sem a következő évre nem választható újra ez a kedvező adózási forma.